Hétvégén már havazhat az országban, ezért a szakemberek azt tanácsolják az autósoknak, hogy rakassák fel a kocsikra a téli gumikat. Egy felmérés szerint eddig a sofőrök 70%-a tette ezt meg. Ráadásul az autósok 14%-a gyakorlatilag életveszélyes gumikkal közlekedik. A környező országok többségében egyébként kötelező a téli gumi használata, ha olyan az idő és rosszak az útviszonyok. Teljesen összeroncsolódott ez az autó egy korábbi balesetben. A sofőr valószínűleg nem az útviszonyoknak megfelelően vezetett. Hiába nem esik a hó, késő ősszel már csak téli gumival lehet biztonságosan közlekedni. A köd, a pára, a csúszós út, ezek a körülmények mind-mind aktuálisá teszik azt, hogy használjunk téli gumiabroncsot, szeretessük fel a járműveinket. Az egyik autós internetes szaklap 2012 óta minden évben téli gumitesztet készít, illetve téli gumikommandót indítanak. Ez alatt felmérik, hogy az autók hány százalékán találnak téli gumit, és azok milyen minőségűek. Akkor fiatalabb és prémium, ugye? Ugyanis nem csak az számít, hogy téli gumi van az autón, hanem annak a kora és a barázdák mélysége is fontos tényező. A tegnapi felmérés alapján 14% volt azon autósoknak az aránya, amelyeken abszolút kuka abroncs volt. Ez egyébként lehet nyári is, de a téliek között is van ilyen. Idén már novemberben 150 járművet néztek meg, és a kocsik 70%-án találtak téli gumit. Ez egy öreg nyári gumiabroncs, ráadásul fordítva szerelve, életveszélyes. A hétvégén havazás várható, ezért azoknak is ajánlott a csere, akik ezt még nem tették meg. A tavalyi felmérés során a téli gumival közlekedő autók aránya 90% felett volt. A kutatást azonban akkor decemberben végezték.